Ugyanígy itt hagytuk abba a legutóbbi alkalommal ebben a katedrálisban, ahol ugye találkoztunk Ymirrel. Another bad dream, Yuri. What that rotten thing out of your mind? That tangled mess can't hurt you. Hogy mi? Is something the matter? Here to squeeze another lesson out of me. Ki a lovag a fekete páncélba? Itt aki áll. Ah, you met Yulan. Well, I hope that she behaved at least. Yulan. The girl has overcome grave misfortune. Her tongue can be sharp at the best of times. But don't think that makes her a bad person. It's no surprise her little sister too has a heart of gold. Yulan. Be gone. There is nothing more to say. Az azt jelenti, hogy nem lehet atakolni. Tehát nem lehet támadni. Ugyanez a jel van a Round Table Hold-ba is. Látod, itt kijövök? Itt már lehet. De itt bent nem lehet. Gondolom azért, mert olyanok a NPC-k, akiket nem kéne megölni. Véletlenül se. Jó. Na. Hogyan is állunk? Hát vettünk fel itt egy pár grace-t. Ide nézzük már el. Nem tudom, hogy abba a toronyba föl tudunk-e most menni. Itt mintha lenne egy torony. Igen, az határozottan egy torony. És igen, oda föl tudunk menni. Ezt megbeszéltük. Király. Körbe szaladunk. Itt van egy Spirit Spring, de nem működik. Rabat's Rise. Okay. Na, most már megvan a Spirit Spring, oké. Okay. Milyen napom volt? Hát semmi különös. Itthonról dolgoztam ma. Már jött a vízszerelő. Ki kellett cserélni egy csapot. Aztán időn kellett lennem, de mindegy, itthonról dolgoztam. Semmi nem történt, ami érdekes, megmondom őszintén. Még annyi történt, hogy elmentem edzeni délután.
Kinek nem kellemes a csapnak? Engem nem érdekel. Mint olyan értelemben, hogy itthonról is tudok dolgozni. Oké. Na, be kéne célozni, hogy hova ugorjunk. Szóval én itthonról is tudok dolgozni. A csap cserébe nekem nem kellett részt venni, és anyagilag se, tehát én nem én fizettem, úgyhogy... Meg kellett várni a szerelőt, meg amíg végez. Hát, na jó, de... Mondom, én az égvilágon semmivel nem járultam hozzá ehhez a dologhoz. Igen, ide a lépcsőre érkezünk. Jó... Itt egy láda. Rabat's Cannon. Próbáljunk már ki. Jar Cannon. Nem próbáljuk ki. Nem tudom, hogy kell. Hoppá. Oké. Menjünk le. Jó, és itt a lift. Oké. Hát akkor ez is megvan. Szóval más egyéb nem történt. És neked hogy telt a napod? Segít Adri. Itt lenn nem voltunk még, de oda szerintem majd a kastélyból kell menni. Tehát innen a Church District, vagy Shadowkeep, valonnan erről. Fene se tudja. Itt ugye voltunk, ezt itt körbejártuk. Ugye erre is voltunk. Ezt itt körbejártuk elég jól. Meg is öltünk nagyjából mindenkit. Jó, hát szerintem akkor jöjjünk erre. Hello, Nevermind, szia-szia. Jó estét neked is. Visszajöttél nyaralásból? Na. Milyen volt? Mesélj. Az igen. Körbenyomtátok sorosra a Balaton bicóval?
Az menő. Az remekül hangzik, gratulálok hozzá. Mennyi az olyan 200 km körül 180? Nem is emlékszem, valami ilyesmi rémlik, de javíts ki, ha... Tehát pontosíts mindenképp. Kettő 32-40. Ah, oké. Az menő. Hány nap alatt nyomtátok le? Az igen. Meghaltak. Három nap alatt. Hát az jó, azért három nap alatt. Az jó. Hát igen, a hőség az persze nem tesz jót a dolognak, de hát a kerékpár az ilyen, az... Ha meleg van, meleg van, hát... Sacred Bloody Flesh. De rohadt sötét van. Kapcsolok villany, mi? Oké. Ment a borsodi szitu, de feloszlattuk. Okay. Jó, mindegy, szerintem felfedezzünk most ezt a részt, ezt az Ancient Ruin részt. Jobb ötletem nincsen, a Shadow Keep-be nem kéne még menni. Kicsit korán mentünk oda. Ó, hogy hála az égnek.
знаем. Ez nagyon filozófikus, Harit Adri, ezzel nem tudok mit kezdeni a életbe. Hagyjál békén. Hűha. Hát, ide el tudunk vajon jönni? Mint ott lenne egy map fragment. De olyan rohadt sötét van. Nem tudom azért, mert ilyen a pálya, ilyen a map, vagy éjszaka van, vagy... vagy mi. De most nagyon nehezen tájékozódom itt. Ott a map. Vegyem fel a gammát. Igen, mondjuk az se sokat segít, hogy ugye itt leszakadt a függönyöm, tehát... Nem azt mondom, hogy nem látok azt se, de... Közel. Tehát... Jó, itt van egy Broken Spirit Spring. Ezt majd valahol ki kell nyitni. Hát itt még egy másfél órát bőven világos van. Átlag embernek nem túl szép. Hát... Igen. Jó, na menjünk itt körbe. Itt jöttünk be. Lehet, hogy visszajövök ide. És akkor megnézzük, hogy északfele mi van. Ha tudunk arra menni, persze. Vagy itt jött... Hát, én nem tudom, hogy kerültünk ide, megmondom őszintén. Hogy itt voltunk az előbb. Oké. Okay. Jó. Itt fölöttünk van egy nagy híd. Gondolom oda majd a Shadow Keep-ből. Igen. Shadow Keep-ből lehet átmenni.
A tartó szakadt le. Függöny tartó. Kar, ennek karnisa. Nem karnis, hanem ilyen szar. Na mindegy, tehát úgy az egész. Bloodfiend's Sacred Spear. Ide akarok már jönni. Jó, ezt a tavant megnézt. Itt van még egy. Mit vannak? Oké. Jó, itt van mint... Van egy épület. Ezt csak meg kéne nézni. Szerintem ez megint egy olyan Ruin Forge. Hol dünnyög? Ah, ott van fent. Oké. Okay. Tailwind's Ruined Forge. Szuper. És amúgy nem Nevermind, pörög a DLC? Hát igen, guide nélkül nehéz megtalálni, hogy is kéne haladni. Meg én mindig attól félek, hogy valamit elrontunk már, mint abban az értelemben, hogy kimarad valami. Tehát szerintem amúgy a Mesmer fighthoz is túl hamar értünk oda. Nem lett volna szabad még szerintem oda bemenni. Mindegy. A katakombos. Ja, ott rögtön az elején. Hát igen, az nehéz. Az... Az nekem sem ment az elején.
Kis skorpiók? Hát az a baj a mage build-el, hogy az idő kell, hogy kikasztold az atakod. Hát igen, macerásabb szerintem. Persze, nyilván mondhatnánk, hogy megszokás kérdése, de... Igen. Nekem is fura volt először a mage build. Kicsi oroszlán? Ah, oké. Amilyen ütembe én haladok, még az is lehet, hogy simán utolérsz. Jó, itt én nem látok semmit. Ami persze semmit nem jelent. De akkor merre kell menni? Szerintem oda át lehetne ugrani. Kérdés, hogy át kell-e. Ide le lehet jönni, azt tuti. Hát ez így elég egyértelmű, hogy arra kéne menni. Úgyhogy akkor... Nézzük már meg, hogy itt lefele van-e valami esetleg. Láva. Hát igen, a Moonblade kardozása meg az a gond, hogy ugye ha nincs FP-d, akkor azért nem túl hatékony. Tehát csak maga a kard. Nem azt mondom, mert jó kard, csak annak is a special képessége az, ami nagyon erős. Megyünk fel. Hát... Erre kéne jönni, nem? Mondom, mi dobál? Ott fönt is egy. Meg arra jöttem rá, mert ez lehet, hogy egy erős kijelentés lesz, hogy itt a szintlépésnek olyan nagyon sok értelme nincsen. Nem is tudom, nomtunk egyet a strength-en. Nem is tudom,
helyt, Adri, ha emlékszel rá. Azt hiszem, hogy kettőt adott a Summa Damage-re. Tehát itt, ami van, jobb felül a 1360. Nyomtunk egy Strength szintet, lett 1357-ből 59, vagy valami ilyesmi. Ja, hármat, ja. Tehát... Mondom, szerintem itt a fragmentek azok, amik érnek valamit. Tehát az oké, okay, de ez a sima szintlépés, ez... Tehát az, hogy gyűjtögeted a szólokat, meg ilyesmi. Max arra jó, hogy tud a felszerelésed úgymond fejleszteni. Ennyi. Vajon kijön ide? Hogy ahogy az enemik is szkélelődnek? Nem már. Na jó. Nézzünk el erre. Na, ott valami rettenetes dolog történik. Vagy itt már voltunk. Itt már voltunk. Akkor arra kell. Hát végül is jönnek. Tehát, hogy a szinteddel szkélelődnek a enemik, azért az eléggé beteg. Te gyakorlatilag a szintlépéssel nehezíted a játékot. Thank you.
Smith's Crypt Shield. Összes enemy scale-el szint alapján. Base game is. Fura. Értem, hogy miért. Csak... De gondolom van valami... Tehát nem lineárisan, hanem valami laposabb... összefüggés van. Vagy ha lineáris lenne, akkor nincs értelme a szintlépésnek. Szeretem, amikor itt többen vannak. Semmi baj. Ez egy nagyon hülye ötlet. Ahogy mondtam is. Nem igazán van értelme a szintlépésnek. Hát igen, meg itt külön scaling van ez a fragmentek. Hagyjak, hogy itt offline vagyunk. Oda le lehet? Igen, ott lennem voltunk. Hát de az nem úgy van, hogy egy up volt, ad egy healt. Tehát healenként kapsz, vagy up voltonként kapsz egy healt, nem? Valami ilyesmi rémlik. Itt van egy létra. Egy flaszkot, jajaja. Boss fightnál jó. Az mindig egy plusz egy heal ingyen, az mindig jó. Hát ebben a játékban az is ingyennek számít. Ó. Oh. Oké. Okay.
Na most, hogy átállítottuk a pöcket, így akkor nem fogunk tudni fölmenni a rúnáért, mi? Semmi baj. Na, azt kéne megtalálni. Igen, itt lehet ráugrani. Jó, nem baj. Nem mintha lenne bármi értelme a rúnának. Ismétlem önmagam. Várjatok csak. Igen. Arra nem voltunk. Igen, amúgy is arra kell menni. Ja. Oké. Visszatudunk menni. Tale of the Golem Smith. Már ha ez a kallantyú persze azt csinálja, amire gondolok. Hát igen, az update, igen, az fura, hogy a beállításokat vissza rakta. Most azon gondolkodok, hogy ez a spirites, ez vajon úgy működik-e, mint ahogy a valóságban is? Mármint, hogy a akiről a spirites készült, vagy akit reprezentál. Mert akkor ez egy elég OP cucc. Már ilyen nagy tank. Olyan értembe. Mert ugye csak hátulról lehet sebezni. Erre volt. Hagyjatok már! Igen, itt kell lennie valahol a szólnak. Ott van egy item. Ami most már ott marad. Szomorú, de ott marad. Jó. Hát nem tudom.
Próbáljunk, majd lehet. Na, akkor itt meg is volnánk. Na, menjünk tovább. Akkor szerintem ezzel a erdős részeit végeztünk, még itt esetleg végigfutok. Voltunk. Itt a borsodi szitu. Jó, hát akkor szerintem ezt a fás részt itt... itt körbejártuk. Ott a tónál voltunk. Ja. Hát ezt az erdőt akkor ezt... kipipáltuk. Szuper, megyünk tovább. Nem tudom, hogy a nagy gólem respawnol-e itt. Nem gólem az, hanem... Na, tudjátok, nagy ijász. Erről jöttünk tán. Mint hogyha itt jöttünk volna be a... ott a Grace. És szerintem itt jöttünk be erre a területre. Igen, itt a smütyin keresztül átszaladtunk. Oké. Okay. Lindell bejáratnál is spónoltak. Mindjárt kiderül. Valószínűleg igen, egyébként. Na mindegy. Akkor majd megöljük őket megint. Ide szerintem csak azért lehet följönni, hogy utána leess és meghalj. Igen, itt nem lehet tovább menni, az fix. Hát vagy ezért. Igen, ez is egy opció. Tehát a válasz... megérkezett. Tudom, hogy ez kinek a hangja.
Igen, sejtadri, az majd kell. Megyek majd ahhoz, ahhoz az egyhez tuti, hogy az kell, mert azt fölülről bele lehet dobálni, de a többin majd rá kell jönni. Nevermind, nem akarok spoilerezni. Igen, van az elején a nagy. Az álló lámpa. De könnyen lehet, hogy nincs egyedül. De ja, azt meghekkeltük, azt amit... annak már megvan, hogy mit kell csinálni. Igen, ölhető, csak az a baj, hogy... tehát nagyon sokat tüzel. Ott könnyen lehet, hogy egy varázsló build az jobbnak tűnik. Ráküldeni a spirált. De persze ezt is ki kéne próbálni, mert ez csak egy megérzés. Millivel elég szívás. Közel kell menni, és amikor dobbant, akkor az fáj. Jó. Elég könnyebbnek néz ki. Mi a... Teljesen el vagyok veszve. Nem tudom, mi van most, de annyira nehéz tájékozódnom. Jöjjünk erre. Ez hova visz? Szóca. Fejét lövöd a Great Bow-val. Hát igen, valószínű ugrani kell, amikor dobbant. Én arra gondolnék, hogy torrenttel lehet a legegyszerűbb. Az a biztos, hogy megfelelően nagyot ugrasz. Mi a f... Két lába közt. Oké. Ez nem tűnik jó ötletnek. Nem tudom, hogy éltük túl, de mindegy. Nagyobb a dodge. Értem. Értem.
Blackwheel Armor. Mindenki meg akar ölni. Okay. Ah, hála az égnek. Mondtam, hogy lépjünk szintet, de... Csak mert tudnánk. Mennyi kell még egyszer? 21.400. Mert nézzük meg most is, hogy mondja, hogy itt 1360 a össz damage most. De várjunk, mert múltkor pont azt beszéltük, hogy inkább adjunk vigorra, nem? Na most minek adjunk, ha úgyse nő a damage, akkor legyen HP-nk. Tehát több damage-ünk ettől nem lesz, de több HP-nk igen. Endurance kevés. Hát, én nekem a staminával nincs gondom. Megmondom őszintén. Mondjuk a HP-val se, szóval... Menjen a HP. Ugye annyi a szívás ugye a equip load miatt, hogy ezt be kell tennünk. Tehát ehelyett lehetne más. A staminával nincs gondom. Egyedül az equip load olyan, hogy lehetne több, mert akkor nem kéne ez. Ja, a Mimi majd tovább bírja, igen. Jó. Mindegy, egyelőre menjen a HP. Na, akkor fedezzük fel ezt a területet. Jó, gondolom ez...
Fönn van ott valahol a rántásba. Föl se tudok addig nézni. Jó, na nézzünk szét. Miért sírsed itt, Adri? Ne sírjál. Fölösleges, ennél a buildnél fölösleges a fétre meg az interagni. Ez egy quality build. Itt nekünk a melee damage a lényeg. Ja, hogy úgy sírok, hát. Egy nagy meddét már megöltünk. Annak még neve is volt. Pörkölt megvan. Ez mi a jó isten? Ez szar? Igen, ez szar. Oké, menjünk tovább. Egy hatalmas... Na mindegy. De azért kilútoltuk. De nem hagytuk ott. És ott van még egy. Egy ölt már megöltünk. Csak az kis medvékkel volt körbevéve, nem ilyen nagyokkal. Itt is. Nézd meg, mekkora szarkopac. Rajta egy receptes könyv. Nem működik. Egy dungeon. Scorpion River Catacombs. Na, nyomjuk. Az éneket amúgy is szeretem.
Baldur's Gate 3. Hát mehet. Az akartam amúgy is játszani. Már mondhatnám, hogy első kettővel nem játszottam. És bekérted? Az igen. Hát az is van, vagy ennyi, 100-150 óra. Jó, talán annyi nincs, de... Az igen. Nem mondod, hogy a rothadást rám tudja hozni messziről. Titkos fal. Nem. Hát. Okay. Akkor erre kell jönni.
Ó, nem szeretem ezeket a nagy nyílt területeket. Haha. És ott van egy ilyen béka. Nem biztos, hogy jó ötlet. Sok értelme nem volt. Na. Kukri. Azt hittem keményebbek. Oh shit. Igen, ez keményebb. Ez egy kaland volt önmagában, azt kell, hogy mondjam. Black Knight Captain Hugh. Hugh. Vagy mi? Jó. Föl kéne menni azon a létrem. Szerintem be kéne tenni azt, ami leveszi ezt a rothadást. Ha netán fagyos lenne a... hangulat. Még egy lift. Mekkora ez a katakomba, te jó ég?
Oké. Akkor úgy marad. Semmi baj. És ott les. Értem. Föl lehetett jönni ide is, csak... Minek? Ja, ezért az itemért, oké. Jó. Jó nagy ágyú volt. Okay. Én félek. Az ott mi? Az.
kivirágoztunk. Azt a életbe. A békák, ugye? Átlő a falon, érted? Még egy lift. Nem, ezzel semmit nem lehet csinálni. Végül is be vagyunk töltve, szóval. Hűha! Vajon miért lett Maxon a HP-je? Mert elkapod minket. Igen. Ah, ez kurva jó.
Oké. Okay. Ah, de menő volt amúgy, élvezetes. Cerulean Ember Medallion plusz 3. Na, aki FPZ-ik annak ez egy jó info. Oké. Okay. Jó. Dead Knight, igen. Hát ja. Könnyen le lehetett ütni a posturét. Az a helyzet. Nem tudom, hogy 3-4 jumpetek és annyi. Még meg kéne nézni itt ezt a részt. Csak ha már nincs healünk, akkor meg is halunk. Csak mert ugye eltrohantunk. De hogy tudok felmenni? Nincs healünk. Ott egy létra. Jó, itt lent az itemet összeszedtük. Föl, hogy tudok menni. Már itt vannak fönt a varázslók. Köszi Nevermind az infót, akkor jól gondoltuk, hogy az nem lehet mit csinálni. Igen, itt vannak a szemek. Az a baj, hogy lassan elfogy a HP-nk. Tehát annyink van, amennyit ott láttok. Mivel tudok esetleg... Ha már volt.
What? Nem. Nem Golden Aura. Ez a lámpa milyen? Ez a lámpa fénye, amit látsz. A nem a sötétebb van. Kintről is van valamennyi, de ez már inkább Blue Hour. Már csak azért is, mert eléggé be van borulva. Mondjuk itt mikor nincs, igen. Ja jó, akkor ez ennyi, ugye? Gondolom. Szerintem ezt körbejártuk. Ja, ott a létre lefele, vagy mi lift. Jó, hát akkor... Menő egy katakomb volt. Szerintem ennyi nincs nálunk. Fele van meg csak. Oké. Ez egy jó kis katakomb volt. Ezek a szemek nagyon creepy-k. Próbálom elkerülni ezeket a szitakötőket. Nem tűnnek túl barátságosnak. Lehet még ezen a részen. A sok-sok medvén kívül persze.
Ide kéne még... De fura ez a hely. Valami nekem olyan fura itt. De nem? Gondolom majd oda föl lehet menni valahogy. Mondjuk valószínűleg a... Ja. Mi a villámló kecskék? Ővelük én nem kötözködtem, tehát én így elmentem mellettük. Békésen legelésztek, nem bántottuk egymást. Erről jöttünk. Igen, erre. Ezt akartam még megnézni, hogy erre mi van, meg majd felugrunk mindjárt azon a... Bruce Springsteen-en. Ott egy Grace. Itt meg egy épület. Egy nagy templom, tessék. Itt van sejtad, itt a templomod. Meg egy ördögszekér. Mindenki meghal. Mi is. Spirit Gravestone. Kitemette el a holtakat, ha mindenki meghalt? A szellemek. Magukat temették el gyakorlatilag. Templetown Ruins.
És még erre lehet jön. Valamiért itt lehet szemenölni. Jó, arra visszamegyünk. Tehát az a visszafele út. Erről jöttünk, ami fura, így elsőre. De itt a Grace, és akkor valahogy itt kéne megtalálnunk az utat. I'll be damned if there isn't a way. Past the wall. Ótot tegyük. Cső. Oké. De menő néz ki ez a templom ott a sziklába.
Fölveszük az itemeket, Sheridan, csak meg kell találnunk az utunkat. Majd visszajövünk. Nem tudom, hogy le lehet égetni, de nem akarok égetni, nem akarok gyújtogatni itt. Egy láda. Two-handed sword talizmán. Enhances attacks with two-handed weapons. Ja, ez még jó lehet. De vajon hogy? A damage nem nőtt, mármint a szám. Valószínű az nem is nőne amúgy se. Én miért jöttem ki? Tizenöt százalékkal? Hát azért az... az szignifikáns. Cső. Nézette.
Oké. Ez szuper. Jó. Hol vagyunk? Erre vajon el lehet jönni? Itt van egy vízesés, azt nézzük már meg. Kíváncsi vagyok. Hát nem. De itt van lépcső lefele. Lépcső, hát értitek. Hash. Spirites. Jó. Hát kb. Körbejártuk akkor ezt is szerintem. Jó, akkor erre nem lehet tovább jönni. Erre fele mi van? Arra voltunk, ugye? Szerintem azt megnéztük. Semmi. Ja, az meg a az első furnace gólem. Ott a itt. Fönt voltunk. Jó, hát akkor ez ennyi. Ezt szerintem körbejártuk itt. Ja. Jó, akkor ide most lecsücsenünk. És itt ma meg is állunk. Mert este van. Hát haladtunk alapvetően. Szóval történtek dolgok. Kitakarítottunk egy katakombát, meg azért felfedeztünk helyeket, meg tényleg találtunk lootot is, úgyhogy ja. Hopp, tudunk egy ilyet kattintani. Úgyhogy ha már itt vagyunk. Ja, egy ilyet. Oké. Okay. Ez még kell. Úgyhogy jó. Na, akkor innen folytatjuk legközelebb.